Vasárnap délután a rég nem látott ismerősök újra találkozhattak, és egy finom kálkalácssal a kezükben megnézhették a Mözsi Zöldkert óvoda táncsoportja, a Vosinszky Móra általános iskola tanulói, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara, a Tolnai Német Baráti Kör kórusa, a Paksi Német Nemzetiségi Táncsoport és a Papper Duo műsorát. A civil szervezetek adományt gyűjthetnek, kelt süteményeket, helyi sajátosságokat, specialitásokat sütnek, és ezeket kínálják a látogatóknak. Áldjon meg mindenkit a Jóisten, aki keltésztát készít, hiszen azokat a kezeket, amik a mindennapi kenyeret, a mindennapi kalácsot készítik, én azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelet kell, hogy övezze. A rendezvény főszereplője a kelt kalács volt. Néhány évvel ezelőtt azzal a céllal hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy újra tért hódítsanak a kelt tészták, a kelt kalácsok. Nagy hagyománya volt itt a faluba. Minden ünnepen, minden nagyobb rendezvényre, ha nekik volt lakodalom, bármi, a kelt kalács nem elmaradhatatlan volt. Nagyon sokszor megsütötték hétközben is, de hétvégén biztos, hogy volt kelt kalács az asztalon. Tehát sokkal nagyobb díja volt, vagy hogy mondjam, sokkal nagyobb, értékesebb volt, mint a mai világban. És szerettük volna, hogy ezek újra visszakerülnek a családi konyhákba. Mözsi Németek az anyakönyvi bejegyzésekben először 1727. március 7-én jelentek meg Németország különböző területeiről. A betelepítések után Mözsön a németség alkotta a lakosság többségét. Az első és a második világháború a mözsi németek közül is tömegesen szedte áldozatait. Az 1945-ös Potsdami konferenciát követően 1946-47-ben Mözsön is végrehajtották a ki- és a betelepítést. A németek egy része itt maradt, bújdosott az 1949-es rehabilitációig. Ők és az utódaik alkotják a mai mözsi németség magját. Hagyományaik ápolását a Német Nemzetiségi Klub vállalta fel. A klub 1991 óta működik, céljuk, hogy értékmegőrző munkát végezzenek. A fesztivál sokkal inkább a régi hagyományokról, az összetartozásról szólt. Ahogy a polgármester elmondta, a kalács készítés szeretet nélkül nem megy. Ahogy a rendezvény sem jöhetett volna létre, a közösség összetartó ereje nélkül. Többfajta apropója van ennek a rendezvénynek. Nyilván kulturális rendezvény, hiszen a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében német csoportok lépnek fel tánccal, dallal, zenével. A másik pedig a kelt kalács, amiről amikor a mai napra készültem, akkor nekem az jutott eszembe, hogy a kelt kalács talán az az egyetlen, ami szeretet nélkül nem megy. Tehát a kelt kalács az, ami gondoskodást igényel. Aminél nem mindegy, hogy milyen lisztből csináljuk, milyen hozzávalókból csináljuk, aztán babusgatjuk, betakarjuk, óvjuk a hidegtől, a melegtől, tölthetjük bármivel, és gyakorlatilag minden alkalomra készítünk kelt kalácsot. A hagyományokat főként népdaloggyűjtésével, tánccal és a helyi gasztronómiával tartják fent. A mözsi viselet, melyben a klub elnöke is látható, páratlan. Mözsön mindenki ezt a népviseletet hordta. A németek voltak többségben, és amikor mi megalakítottuk a klubunkat, gondolom, hogy talán azért terjedt el az a dolog, hogy sváb viselet, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem sváb viselet, ez egy mözsi viselet. Az érdeklődők a hagyományos diós, mákos kalácsokon kívül megkóstolhattak továbbá még víslispárnát, szilvás mákos, sajtos, illetve túros édességeket is. A sütemények vásárlásával a helyi civil szervezeteket támogathatták. Normál keltészta, egy kicsit lazább keltészta, belenyújtom ugye a tepsibe, és akkor a szilva az hát tavalyi termés, a fagyba le volt fagyasztva, de előtte, mielőtt lefagyasztottam, hogy meggyantottam kicsit, tehát megfőztem, és most kivettük a fagyból, kiengedett, nyújtottam a tésztát, egy pici só, zsír, pici mákot rászorok, utána rá a szilvát, és a tetejére ismét a cukrozott mákot, és ezek a fehérek, ez pedig ilyen jégcukor, ez ilyen kis mutatós rajta. A kalács elkészítéséhez jó munkát kívánunk!